Oldtimer gépek sét a repülés és hagyományőrzők bemutatója. Egyebek mellett ezzel várták a repülés szerelmeseit vasárnap a 17. Burgundy repülőnapon. Újra itt van egy repülőnap. A rendezvényt fővédnökként a város polgármestere nyitotta meg, aki két kisfiával látogatott ki a rendezvényre. Cserpakovics András arról is beszélt, hogy szeretné, ha Burgund sokáig otthona lenne a sportrepülésnek. Nagyon sok gyermekkel, unokával érkező nagyszülő-szülő van, tehát egy igazi családi program is, és mindenki megtalálja azt, gondolom, azt a szórakozást, azt a programot, ami leköti, kinek milyen bátorsága van természetesen. A repülés minden ágát megismerhették az érdeklődők a Burgundy repülőnapon, sőt a kisebbek a kiállított repülőket belülről is megvizsgálhatták. Úgy általában érdekli őket a repülés is, a katonai dolgok, és ezeket itt összességében meg tudjuk nekik mutatni. A hagyományokhoz hűen idén is repülhettek az érdeklődők oldtimer gépekkel. A világháborús kétfedeles pokettes és a csapatszállító likettes repülőgép is egész nap szállította a résztvevőket. Mint az Albatrosz Repülőegyesület elnöke Sziládi Dezső mondja, mindenki megtalálja a számára legérdekesebb programot a repülőnapon. Minden program nagyon-nagyon színvonalas, az összes levegőben bemutatandó repülőprogram, hiszen itt műrepülésekről van szó, olyan kuriózumokról, ami második világháborús hadijáték, de hát a Földön is rengeteg érdekes dolgot lehet látni. A technikai sportok iránt érdeklődőknek mindenképpen ez egy nagyon érdekes nap lesz a mai nap. A programok egyébként egészen este 18:00-ig tartottak, több ezren vettek részt az idei repülőnapon.